A többségbe került ilyen Városunk Egyesület erődemonstrációjaként jellemezte a tegnapi közgyűlést balogászló László polgármester. A hatórás tanácskozás utáni sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, bár polgármesteri jogkörét megkortították, ő a demokratikus jogszabályokat továbbra is betartva folytatja a rábízott munkát. Kifogásolta ugyanakkor, hogy fontos kérdésekben születtek gyors és szerinte meggondolatlan döntések. Mint mondta, bízik abban, hogy a közgyűlések a jövőben nem az erőfitoktatásról, hanem Nagy Kanizsáról, a kanizsaiak érdekeiről szólnak majd. Egyféle erődemonstrációt láttunk, amelyben én vállalom az erős szót, a, 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 mert hogy itt én azt gondolom, hogy egy botránypolitizálás történt, visszaéltek oly módon a hatalmukkal a másik oldalon, hogy kontrollálatlanságot vittek a közgyűlés életébe, szóbeli előterjesztések kaptak az új sms olyan lehetőséget, amelyekkel operálva és a múltbeli sérelmeket teljesen visszafordítva történtek döntések. Természetesen én polgármesterként ezt a, ezeket a döntéseket tudomásul veszem, és ennek megfelelően fogok tevékenykedni, akár ma este, amikor a nyolc leváltott cégvezetőt nekem marad, azt hiszem az a, az a feladat, hogy, hogy értesítsem őket, mert bizony itt nyolc cégvezetőt tulajdonképpen majdnem hogy azonnali hatája leváltottak.